És jöttünk fotózkodni. És azért jöttünk fotózkodni, mert... Szóval van az Ádámmal közös belső építés csapatom, a menőlakás csapata, amit azért hoztunk létre sok-sok évvel ezelőtt, hogy a felújítás folyamata valahogy úgy szerethetőbb legyen. Hogy aki belevág, annak ne kelljen folyton a háta mögé nézni, hogy nem akarja átverni valaki. És hogy összegyűjtsük azokat a belső építészeket, akik igazán szenvedélyesen teszik azt, amit tesznek. Viszont a weblapot az kb. Akkor hoztuk létre, amikor az egész csapatot, és annak már szerintem kb. Ilyen 8-9 éve. Úgyhogy lesz új weblap, de ahhoz kell új fotó is, mert hogy a fotó is olyan 8-9 éves. És most valahogy az Aradi utcában van egy stúdió, és azt kéne megtalálnunk. Felújítás. Kizöldítés. Zöldítik a Csengeri utcát. Ugyanúk a videók. Köszönöm szépen. Ciao. Na ez jó lesz? Fehér meg? Aha. Maga a háttér az okés. Hello! Van természetes fényünk. Aha, hát amennyi mostanában van egyáltalán. Most benézzük a fényeket. Jó lesz? Szerintem jó. És akkor a művészi koncepció az, hogy mindenki valami számára kedves tárgyal jelenik majd meg a weblapon? És ez egy számodra kedves tárgy? Ez egy olyan tárgy, amit... egyszer hazafele kukáztam a szemben. Tényleg? Ezt valaki kidobta? Igen, képzeld el. És nagyon hideg volt, tél volt, és 3 méterenként meg kellett állnom, mert hozzáfagyott a kezem a búrához, de hazavittem. Nem akarom elforgatni, hogy fix maradjon. Én már nyugodt vagyok, mert én már csináltam olyat, ami... És rámegyek az arcra. De ez nyilván retusálva lesz majd. Igen. De nagyon jó. Erre rá lehet ülni? És hogy ezt édesapád festette? És most majdnem eltörted, hoppá, mi? És most jövök én. Ott egy macska lesz a kezedben? Itt fog ülni, igen. És milyen színű macska? Vörös. Vörös macska. Most lelepleztük a csalást. Zöld macska. Ez photoshopolva lesz. Picit nagyobb mosollyal is. Oké, ez marad csak így? Oké. Okay. Gondolj Chandlerre a Jó barátokból. Ciao. Köszi. Sziasztok! Valakinek a kulcsa ott van a földön, azt tudjátok? Ez az a jelenség. Ja, igazán tudtok pizzát hidratálni. Sziasztok! Na hát vicces volt ez a fotózkodás ilyen majdnem egy évtized után, de tök jól sikerült. Ilyen egy összeszokott csapat. És mire nézitek az adást, addigra elvileg a weblap már készen is van, mert csak ezeket a képeket kell beilleszteni, és az a helyzet, hogy eszterék nagyon gyorsan dolgoznak, nagyon gyorsan elkészülnek ezek a képek, beillesztjük őket, és elvileg kész van az új honlap, aminek marhára itt volt az ideje. Itt mindenki nagyon szépen dolgozik, mi pedig ugorjunk be a stúdióba. Na és akkor
akkor most beszéljünk egy örült jó kiállításról idén április 10 és 14 között a Hung Expo-n, a Konstrumáról, ami egyébként Magyarországnak és a régiónak a legnagyobb és legösszeszedettebb kiállítása az építőipar és a lakberendezés terén. Én már csak tudom, mert tavaly voltam ott, és a Zebegényi projekthez egy csomó ötletet onnan nyúltam le. Na de, a kiállítás két részből áll, a Konstrumából, ami az építőiparról szól, és az otthon dizájnról, ami a lakberendezésről és a dizájnról. Hétköznap elsősorban a szakmát várják, hétvégén a nagyközönséget, de senki sem fogja számon kérni a nagyközönséget, ha megjelenik ott csütörtökön. És ez a kiállítás tényleg baromi hasznos mindenkinek, aki építkezés vagy felújítás előtt áll, és szeretné tudni, hogy merre érdemes elindulni, de annak is hasznos lehet, aki nyakig benne van és szeretne kikerülni belőle. Mert itt egy helyen lesz mindenki, aki fontos, és a cégek oda küldik az embereiket, akik tanácsot is tudnak adni, szóval nem az, hogy így vakon mászkálunk a különböző lehetőségek között, hanem olyan emberekkel tudunk beszélgetni, akik tényleg értenek ezekhez a dolgokhoz. És lesznek marha jó programok, szakmai továbbképzések, meg nyereményjátékok, lesz még magyar design termékek bemutatója is, minden ilyesmi. Éppen ezért én tuti kimegyek, mert bár az építkezés az robog, és most már nagyon a végéhez közelít, de az a helyzet, hogy évről évre hatalmas fejlődés van ebben az iparágban, és hogy simán lehet, hogy találok valamit, amit még valamilyen módon be tudok szuszakolni a Zebegényi házfelújítós projektbe. Igen, engem nyilvánvalóan a leginkább a megújulóknak a hasznosítása érdekel, mert bár a ház az eléggé önfenntartó lesz, ilyen 90%-ban, de hát van ott valami, amivel ilyen 95%-ig is el tudunk lépdesni, vagy akár 100%-ig. És a Korsoma is eléggé ráállt erre a témára. Van egy külön Reneo blokk, ami alapvetően a napelemekről, meg a megújuló energiákról szól, szóval idén ilyen perfect match vagyunk. De idén nagy hangsúlyt kap a kertépítés is, ami szintén nagyon-nagyon fontos, hiszen ez az a kérdés, ami még nem annyira dőlt el a háznál, meg lesz kerttervező verseny is, úgyhogy sok izgalomra lehet számítani, a videó alatt ott van a link, aki jön azzal, és aznap jön, amikor én azzal még pacsizni is tudunk. Mi pedig most menjünk tovább. Gyertek! És meg is jöttünk a 11. kerületbe, Újbudára. És ez a kerület különösen közel áll a szívemhez, hiszen a Zöldítsük ki Budapestet program az ebben a kerületben indult, és hát azokat a fákat már többször bemutattam, amiket hát nem itt, hanem néhány utcával, sok utcával odébb ültettünk el. És most ez az a kerület, ahol folytatódik a projekt. Aki nem tudná, hogy miről van szó, Dióhéjban. Projekthez csatlakozó önkormányzatokkal megegyezek, hogy ők mindenféle adminisztratív akadályt elhárítanak a lakók elől, hogyha azok fát akarnak ültetni a házuk elé, akkor lehessen fát ülteni. Segítenek abban, hogy felmérik a terepet, hogy mi a helyzet a közművel, meg hogy milyen fát tudna ott elviselni a környezet, szóval, hogy minden létező módon segítik az ültetést. A jelentkező lakóközösség pedig vállalja az ültetésnek a költségeit, illetve a fa gondozását 3 éven keresztül. És ez azért nagyon jó, mert az embereknek nem csak várniuk kell, hogy hát ha esetleg az önkormányzat egy nap majd úgy dönt, hogy oda is ültet fát, ahol csak sívó pusztaság van, hanem mindenki tud tenni azért, hogy ne csak sívó pusztaság legyen a lépcsőháza előtt. Na most más kérdés, hogy ezt elméletileg milyen sokan támogatják, meg hogy gyakorlatilag, szóval ez tényleg az az eset, amikor bele kell tennünk egy kis időt, energiát és némi pénzt is abba, hogy jobbá váljon a környezetünk, és miközben sokan elméletileg azt mondják, hogy ez milyen jó, azért gyakorlatilag már kevesebben jelentkeztek a projektre, de már például pont olyan, aki ezt bevállalta. Egyébként most még én is támogatom ezeknek az ültetéseknek a költségeit, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen együtt támogatjuk, hiszen a vlogó befolyó bevétel egy részét fordítom arra, hogy ültessünk fákat, és most fákat fogunk ültetni! Úgyhogy ez egy nagyon jó nap, ez egy nagyon jó hír, és ha jól látom, már itt is van a csapat, akik elvégzik a munkát. Nézzétek, oda, meg amoda kerültek. Márk még nincs itt. Márk azért nincsen itt, mert viszonylag az utolsó pillanatban derült ki, hogy ma lesz az ültetés, és neki még valami munkai projektje van, de nagyon-nagyon szalad, hogy meg tudja nézni, hogy milyen változást idézett elő. Akkor náltok, hogy megy az ültetés, mert most van ez a projekt, de egyébként is ültettek egy csomó fát, ha jól tudom. Igen, ebben az évben, ha jól tudom, több mint 200 fa lesz elültetve. Akkor ez itt a polgármesternek kimondottan szívügye az, hogy minél több fa és minél több növény legyen ebbe a kerületbe. Tök jó dolog az, hogy olyan lakossági kezdeményezések is vannak, és a hivatal szívesen segít benne az, hogy hol van közmű, hova lehet telepíteni, hova nem, mert sajnos nem lehet mindenhova, mert nagyon sok alépítmény van, de a cél az, hogy minél zöldebb legyen a kerületünk. De ebben ti vagytok a legjobbak, szóval részletekről van az önkormányzatok közül a legaktívabb visszajelzés, meg a legnagyobb támogatás a program mellett, úgyhogy ezt köszönjük, ez menő. Mi köszönjük. És Krisztiánnal már nagyon régóta ismerjük egymást, hiszen az első faültetést is, mármint a projektben az első faültetést közösen végeztük. És most mesélnél egy kicsit arról, hogy ezek milyen fák, meg mire kell odafigyelni? Tulajdonképpen ezek kétszer osztályozott fasori fák, házfák.
arra kell figyelni, hogy az első években tutújgatni kell őket, tehát megfelelő tápanyag utánpótlás, öntözés, számoltunk biztos megint egy meleg nyárral, és az a lényeg, hogy ne száradjon ki. Tehát de ha locsolja a márk, meg a lakóközösség, akkor ez életben marad. Ez bírja ezt a klímát, ami most alakul. Így van. És ez egy terebélyes, vagy hogyan kell elképzelni, mekkora lesz? Hát amit mögötted van, az igazság szerint egy japán akác, de nem lesz ennyire magas. Nem lesz ennyire magas, metszhető. Itt azért a vezeték miatt lehet, hogy lesznek problémák, lehet, hogy egy kicsit majd kell alakítani, de ez rendben lesz, jó helyen lesz ez a fa. Az a gyanúm, hogy a srácok nem makedték a faültet, és arra számítottam, hogy ez egy olyan 2,5 órás folyamat lesz, ehhez képest eltelt 20 perc a kezdetek óta, és nem van mind a 3 fa. Szia! Csaba! Na örülök! Na mit szólsz hozzá? Mióta kezdtünk el levelezni arról, hogy kéne ez az ültetés? És amint én mondtam, hogy lehet a 11-ben indulni, ti jelentkeztetek is. Én írtam is egy pár nap múlva. Igen. Aztán ugye egy ideig volt egy kérdés, hogy elvettem a reményt? Abszolút, de én már előtte is egy reményvesztett ember voltam viszonylag, mert már írt, én felvettem a kapcsolatot az önkormányzattal, hogy amikor ide költöztünk, hogy szeretnék ide fákat. Csak anyagi erőforrás hiányra hivatkozva sajnos azt elmaradt. Igen, és ugye ebben pont ez a lényeg, szóval ebben a programban pont az lenne a lényeg, hogy az önkormányzatok nincs pénze arra, hogy mindenhova fát ültessen, meg nem is tudja, hogy a lakóknak hol hiányzik a fa, és akkor itt tudnak csatlakozni az ilyen polgárok, akik eldöntik, hogy beleszállnak ebbe a programba. Úgyhogy én nagyon örültem, amikor ezt meghallottam tőled, hogy ez van. Olyan 2 havonta úgy jelentkeztél, hogy lehet, hogy lesz valami, mindjárt lesz valami, úgy néz ki, hogy lesz valami, és akkor egyszer csak egy hónapja írtad, hogy na, akkor márciusban lesz 3 fátok. Így van. Wow. Az lenne a kérés, hogy az első években, hát ez ugye legalább egy 3 évet jelent, amíg be nem gyökeresedik klasszul a fa, addig kellene elsődlegesen öntözni. És ez mit jelent ez az öntözés? Tehát milyen gyakorisággal? Hát hogyha nyári rekkenő van, akkor jó lenne nem a legnagyobb melegben, hanem vagy reggel, vagy este, akár naponta, egy 30 liter vizet. Van türelem, meg idő, meg szándék, megháláljanak bármennyi vizet. Meglocsolod? Meglocsolom. Mutasd, hogy locsolod meg a fáidat! Hát ez pont ide lett méretezve! És amikor jöttünk, itt még csak beton volt, most meg már van 1, 2, 3, 4 fa. És Márk, aki odaadóan gondozza őket. Milyen érzés, hogy tettél valamit Budapestért? Hát csodálatos, hogy meg a nem környezetedért. Csak 3, hanem 4 fát is kaptam. Igen. Vagy kaptunk. Úgyhogy nagyon örülök neki. Szépek lettek. És már példaértékű, mert hogy tett valamit azért, hogy a saját környezete is szebb legyen, meg ezáltal a város szépüléséért is tett. Meg a fenntarthatóságért, meg hogy a klíma az jobb legyen itt nálunk. Hát itt a kis mikrokörnyezetünk. És azon túl, abszolút, hogy sokat kellett várni, nagyon nem fájt, igaz? Tehát, hogy nem kellett megszakadni abba, hogy ez összejöjjön, hanem kb. Igazából 2 papírt kitölteni. A várakozás, a türelem, az kellett hozzá. De azt leszámítva, könnyen ment, fájdalommentesen. Abszolút, igen. Gratulálok a fákhoz. Nagyon szépen köszönöm. Meg az elhatározáshoz, és hajrá! Na hát milyen jó zárult ez a történet. Nagyon-nagyon szeretem, hogyha van egy jó kis happy end. És ez egy dupla happy end, mert nem csak egyszer elültettük a fákat, amiket el akartunk, hanem lett plusz egy fa. És az a helyzet, hogy ennek a sztorinak van egy csomó hős. Egyrészt ugye itt a 14. kerület, ami az elmúlt 2 évben összesen valami 900 valamennyi fát ültetett, ami tök jó fejség. És természetesen itt van a legnagyobb hős Márk, aki nem csak beszél arról, hogy jobbá kéne tenni a környezetünket, hanem aki tényleg tett is valamit érte. Úgyhogy remélem, hogy a jó példája ragadós lesz, és aki a 8., a 9., a 11. vagy a 13. kerületben lakik, tehát olyan kerületben, ami csatlakozott a Zöldítsük ki Budapestet programhoz, és úgy érzi, hogy a környéke pusztulat, és milyen jó lenne, hogyha az önkormányzat segítségével elültethetne oda egy fát, és amelyik lakóközösség hajlandó vállalni ennek a nem túl drasztikus költségeit, és hajlandó gondoskodni is erről a kis élőlényről, amit elültetünk, az írjon a videó alatti e-mail címre, mert már példája is mutatja, hogy minden egyéb csak kifogás. Ne kifogásokat keresünk, hanem megoldásokat, és ez egy jó megoldás. Köszönöm a mai figyelmet, vigyázzatok magatokra! Sziasztok!